Mit csinálsz? Pornót töltöm. Sziasztok, daráló! A mai pályam Matuka 5000 alkotása, a címe pedig az, hogy a mágikus balta. A pályával kapcsolatban annyi, hogy van benne sok jó ötlet, majd látni fogjátok, de valahogy olyan kidolgozatlan az egész. Nagyon mindegy, inkább mutatom ezt. Így kezdünk, a nagy semmi közepén egy csomó kerítés, meg egy ágy. Biztos ez az én ágyam, tehát itt laktam kint a pusztában. És van egy láda is benne, pont fontos történet és szabályok. Kezdjük a fontossal. Ha egy láda mellé az van írva, hogy melléküldetés jutalom, vagy főküldetés jutalom, akkor csak akkor vedd ki, amikor kész a hozzáillő feladat. Szabályok. Nem üthetsz ki, vagy rakhatsz le semmilyen blokkot, kivétel, ha engedélyezett. Spampointot használhatsz, játsz békés fokozaton, ne csaj, egyél medvesajtot. Minden könyvet olvass el, a melléküldetések nem fontosak. A könyvekben direkt van külön írva a mellék és a főküldetés szó. Jó szórakozást. Itt nem igazán értem, hogy mi van. Tehát most előre szólt, hogy hibásan írta le a szavakat. He? Tehát olyan, mintha előre szólt volna, hogy most a pályán minden hülyét pontos évvel fogok írni. Ennek mi értelme van? Hát ha tudja, hogy keresni, akkor mi nem helyesen írja. Oké, mindegy. Következő könyv. Történet, ezt figyeljétek, mit keresek itt, mi ez a hely, mi ez az út, mi ez az erdő, és te miért nem szereted a medvesajtot? Tehát igen, pont ezekre lettünk volna kíváncsiak. Mivel semmilyen utalás vagy jelzés nincs, hogy nekem melyik irányba kéne elindulni, én sejtem azt, hogy talán az úton kéne mennem, de hogy direkt próbára tegyem a pályát, az erdő felé mentem. Egy kis kutakodás után találtam egy barlangot, benne egy halat, meg egy aranyat, Némú, meg Dezső. Oké, tetszik, hogy szórakozik a tárgyak neveivel. Még egy kis kutakodás után találtam még egy ládát, benne van kaja, gyümölcsleves, meg kecskefos. Oké. Köm csak annyit ír, hogy jó étvágyat. Hát, köszi. Jó, ennyi keresgélés után úgy döntöttem, hogy elég lesz, inkább megyek. Új, bárány, gyere ide! Na, gyere ide! Na, gyere vissza, ne menj el! Találtam még két pontot, bár itt még nem tudtam, hogy mi a francnak gyűjtögetem őket. Kicsivel arrébb tök, meg valami faépítmény. Suzuki Ola, Suzuki eltűnt, kéne új kutya. Mi ez? Lássuk, mit ír az Elveszett Vacsi című könyv. Mellék küldetés, öcsém. És tényleg rosszul írta. És előre szólt, tehát szerintem az van inkább, hogy megcsinálta rosszul, aztán rájött a végén, és lusta volt kijavítani, és akkor ez a megmagyarázás, hogy ó, én azt direkt csináltam, fú, ez nagyon gáz, rohadt nagy mínusz, ez egy nagyon gáz. Direkt rosszul írom, meg előre is szólok, hogy azt direkt írtam rosszul, ilyen nincs. Ne írjatok rosszul, helyesen írjatok. Hát ez... Jó, oké, kidühöntem magam. Tehát mellék küldetés. Szia, lenne egy kérésem. Egy, ha nem lenne gond, visszamenne a pálya elejére. Már voltam ott. Keresd meg a májas hurkát. Banyök. A húslevest és Némót, mivel az erdőben elvesztettem a vacsoráimat. Oké. Észrevettem ám, hogy ez egy 50 oldalas könyv, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy hogyan hülyézzel, hogy ideig ellapoztam. A 25. oldalnál viszont ezt fogadott. Csabus, ha játszol a pályán, akkor a pályái nagyon királyak. 2-es pont D. Ó, köszi. Plusz pont. Jó, csak vicceltem, azért ne írjatok ilyeneket, hogy plusz pontokat kapjatok. Az utolsó oldalon pedig tényleg van egy szivatás. Nyomj le 50 fekvőtámaszt, ha már ide hajtottál. Sajnos a listán volt ugye két olyan tétel, amivel még nem találkoztam, a húsleves és a májas hurka, úgyhogy kénytelen voltam visszamenni. Egy kis keresgélés után meg is találtam még egy ládát, illetve ládákat mindenféle hurkával. Volt itt mekegő hurka, bárány hurka, megkeményedett hurka, romlott hurka, huk hurka, rohadt hurka, paprikás hurka, meg persze ott volt a májas hurka is. Még mindig pluszpont, hogy játszik a tárgyak nevével. Bár nem tudom, hogy erre tényleg többször kéne pluszpontot adni. Á, mindegy, legyen, úgyis lesz még egy csomó levonás. Szerencsére nem kellett messze menni a húslevesét, csak átmenni egy másik terembe, ami szintén tele van ládákkal. Van itt májas ragú, krémleves, gombapörkölt májkrémmel. Ez mit keres itt? Húsleves. Gondolom ez is direkt van külön írva. Pávaleves, üresleves,
Löncsös gyöngyös. Oké, akkor vissza az akárkihez. Odaadtam neki a májkrémet és a húslevest, elvettem a dezsőt és a pénzt, és még volt itt két könyv, Pénz és Párbeszéd címem. A Párbeszéd ember. Tehát embernek hívják, oké. Tehát ember, köszönöm szépen, de ez csak a kutyám vacsia, úgyhogy, úgyhogy vissza mennél az én vacsimért is. Hát, és elfutsz. Kicsit fura megoldás, de oké, értem a point. A pénz pedig azt írja, hogy a Dezső a pénz. Oké. Az ötödik oldalon meg egy dizájnos medvesajt kiírás. Eléggé sok tárgyam van már. Jó, kecskefos nem kell. Kicsit tovább menve egy tábla állja utunkat, új területet fedeztél fel, Pista bát anyája. Látta benne könyv, pont gyűjtés, gondolom ezt is direkt írtad, gratulálok, de nem volt figyelmeztetés, úgyhogy levonás, mit tudom én, nagyon gáz. Fő küldetés. Bemutatom az összetett szavakat. Remélem megtetszett, és a jövőben is használni fogod őket. Keresd meg az összes pontot a pályán. Oké, eddig is gyűjtöttem, csak nem tudtam minek. De most már tudom, mert ez a fő küldetés része. Ez biztos Pista bá volt. Itt már eléggé sötét van, nem tudom mennyi fog látszódni a videóban, de hamarosan fel fogom kapcsolni a napot. Bent Pista bá, és tényleg ő volt az. Nem telik neki bútorokra, meg egy tábla a bejárati ajtóban. Ládában két könyv, parkzón és történet, találjátok ki miért park. Fő küldetés, és annyira idegesítő, hogy még az elején szólt is, hogy rosszul fogom írni, ilyen nincs. Ha tudom, hogy rosszul írom, akkor nem írom rosszul. Mindegy, tehát fő küldetés. Kirlek, menj el parkzónba, és szerezd vissza a kék gerebjémet. A történet második rész pedig azt írja, hogy Pista bá, ha megmondaná, kérem, hogy magán kicsudame tudni szeretném. Erre én úgy látszik azt mondom, hogy na mi van, tegeződünk? Amúgy meg a nevem Túró Rudi. Amúgy meg szeretném tudni, hogy mit keresek ebben a világban. Látszik, hogy gyerek fogalmazta. Pista bá meg, ha nem tudom, de majd mög tudod. Itt már este van, úgyhogy semmit sem fogtok szerintem látni. Tovább menve egy újabb tökfejjel találkozunk, aki egy koldus. Pszt, igen, te. Tessék? Nem. Megtesz nekem valamit, kérem? Mit? Elmenni Mindfilmbe visszaszerezni a kocintósomat? És akkor itt választási lehetőség van, de itt nekem nagyon nem esett le. Tehát itt van, hogy első igen megteszem, második szó sem lehet róla, hajtsa második oldalra. Első ötödik oldal, második tizedik oldal. Na itt arról van szó, hogy a szövegből ugye ott volt, hogy első segítek, második nem segítek, vagy nem is tudom, mindegy. És itt pedig, hogy az a választási lehetőség hanyadik oldalon van, ami azt illeti, mindjárt oda kellett volna írni az oldalt. Tehát nekem ez így nagyon nem esett le, hogy ezt most így indexelte, hogy minek kellett még egy számot belevinni. Simán lehetett volna úgy, hogy ha segítesz, neki lapozz ide, ha nem segítesz, neki lapozz ide. Tehát mint egy lapozgatós könyvben. De aztán később rájöttem. Akkor mondjuk játszunk úgy, hogy itt már tudom, és lássuk, mi történik, ha segítek neki. Mellék küldetés, tudom, direkt van rosszul írva, én meg direkt vonok le pontot. Rendben, köszönöm. Menj a Mindfieldbe és keresd meg a kocintóst a koldusnak, és hozd vissza neki. Tetszik, hogy így a lapozgatós könyvek hangulatát egy kicsit belehozta, jó ötlet. De ami azt illeti a mai resztónozással, hát ha szeretném kritizálni a resztón részét, akkor Kotáróval sokkal jobb, ugye? Arra a válaszra kattintok. De maga az ötlet oké. Csak a megvalósítás már nem, hogy is mondjam, korszerű. Kicsit arrébb újabb táblája utunkat, új területet fedeztél fel Parkzón, de gondolom ezt úgyse fogjátok már látni. Vajon miért Parkzón? És lőn világosság. Tehát arról van szó, hogy itt emberek laknak, platformokon, tehát itt laknak, és azért parkzom, mert parkúrozva lehet közlekedni. Meglepetés! Most nem fogom bemutatni az összes NPC-t, persze megnéztem mindet, átlagban mindegyik valamilyen bolt. Ez például a pontbolt. 5 dezsőért lehet venni 5 pontot. Itt pedig kék gerebjét lehet venni.
van gyógyszertár, septapasszal, meg medikittel. Ez valami magyarosított angol lesz. Van egy Sanyi is ezen a területen. Jó napot, mit szeretnél? És akkor megint választási lehetőségek. Itt most legalább egy oldalon van, most át lehet látni. És hát jól látszik, hogy hát semmi értelme. Tehát ott van megszámozva, aztán pedig a számokhoz oldal. Tehát olyan, olyan körülményes. Mondom, mindjárt az oldalt kellett volna odaírni mellé. Akkor lássuk a mellékküldetést. A városban egy Jenő nevű ember ellopta a Minecraft CD-met. Visszaszereznéd nekem a CD-t? Természetesen volt annyi eszem, hogy ne a blokkokon ugráljak, hanem a fal szélén mentem oda az emberhez, és ugrottam le hozzá. Most például a pizsamárust találtam meg. Kis nézelődés után meg is találtam András házát, mint kiderült, nála van a Minecraft. Most nem tudom, hogy kellett volna járnom-e egy Jenőnél, aki ide küldött volna, vagy csak elfelejtett a készítő, hogy milyen nevet írt. Mindegy, most itt van. Szerencsére András nem tanúsít ellenállást, így hamar megszerezzük a CD-t. Szia, szia, te ki vagy? Sanyi kéri vissza a Minecraftot. Visszaadom, úgyse tetszik a játék, vedd ki a ládából. Oké, köszi. Sanyi hálából fizet egy csomót, köszönöm szépen, most már végre Minecraftozhatok. Nem tudom, nekem valahogy nem poén ez a fonetikusan írás. Amíg elmegyek a következő mellékküldetésért, elmondom, hogy hát amint látjátok, területekre van osztva a pálya, és mindegyik elején vár egy tábla, hogy gratulálok, felfedezted, vagy mi a túró. Igen, ez idézi más játékok hangulatát, ahol van ilyesmi, meg ahol van értelme. Itt valahogy nem tudom, nem látom értelmét. Talán azért, mert egy kijelölt ösvény van, nem is tudok másmerre menni. Tehát nem is igazi felfedezés, amikor így felfedezek egy területet, hiszen csak megyek a kijelölt úton. Úgyhogy szerintem ez jobban passzolna olyan helyekre, vagy nem, olyan felépítésre, ahol bárhová lehet járkálni. Egy újabb tökfej játékból. Hé, te, tessék, mit szeretne? Lenne egy kérésem, és mi az? Elmennél a Tibi játékboltba és venni három akármilyen játékot? Persze, miért nem? Ja, igen, aztán megint választás. Teljesen belezavarodok még mindig. Mellék küldetés, mínusz pont. Köszönöm, a fiam örülni fog, mivel már csak 15 dezsőm és 5 pontom maradt. Ha megteszed, odaadom mindenem, mert fontosabb a fiam boldogsága, mint a pénz. Ó, ez olyan megható. Ja, és ma is van a szülinapja a fiamnak. Hát, így már nem annyira. Kicsit arrébb játék volt. Üdvözöllek, drága vásárló, mit szeretnél? 3 játék egyenlő 5 dezső. Lássuk a választékot. Kommandó maszk, kincskereső társasjáték, Tetris, focilabda, első naplót, Hot Wheels, komolyan mondom, Hot Wheels, ez nagyon gáz. Kinder meglepetés, kék paci, játék, lézerkard. Ezzel most kb. Magadra haragítottad az összes Star Wars rajongót. Ez olyan, mintha egy animésnek azt mondanád, hogy az csak mese. Hogy én miért csak 2 vettem ki, azt nem tudom. Ne kérdezzétek, elterelte a figyelmemet a Hot Wheels. A jutalmak között van egy kulcs, na ez már gyanús. Köszönöm szépen, itt a 15 dezső és az 5 pont, de még lenne egy kérésem, hoppá. Mi? El tetszik vinni a fiamnak az ajándékot? Parzonban van a házunk. És melyik? Amelyiknek a teteje ablak. És vas aljöttaja. Mi? És vas aljöttaja van. Aljöttaja. Te rossz. Nagyon szép ház lehet. Meg is van a ház. Csókolom, bácsi. Hello, drága ifjú. Boldog szülinapot. Jó, de jó. Köszönöm szépen. De honnan tudja, hogy ma van a szülinapom? Apukád mondta, hogy ma van. Ja, tényleg, itt az ajándékod is. 3 játék. Jaj, köszönöm, drága bácsi. Ezt apukád küldi, de szívesen. Még egyszer köszönöm. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes küldetés volt. Tehát találkozunk egy emberrel, aki ad pénzt, hogy megvegyük a játékot, és aztán odaadja a lakásának a kulcsát, hogy vigyük el a fiának. Hát, azt hiszem, érzitek. Ekkor éreztem úgy, hogy ideje elvinni Pistabának a kapáját. Hát nagyon köszönöm szépen a segítséged. Örükké meg fogom hálálni. Úristen, én meg többet ide vissza nem jövök. Még egy fő küldetés. Hát a pálya elején úgy is figyelmeztetett minket, hogy direkt ír a rosszul, hogy elnézőek vagyunk. A francokat.
Pistabá, ügye ün azt mondta, Úristen, ezt nem bírom, ezt az írást. Tehát, ugye ün azt mondta nékem, hogy szeretni tudni, hogy ön mit köres ebben a világban. Igen, nagyon szeretném tudni, hogy miért nem tudsz rendesen beszélni. Én nem tudom, de a jós nő tíme a el tudja mondani neked Minefieldben. Na várjunk, Minefield milyen hely? Hát nagyon veszélyes, nem élték túl sokan, de te szerintem túléled. Jól van, elmegyek Minefieldben. Magamban aztán azt mondom, egy kicsit félek, és nem is hiszek a jósokban, de tényleg akarom tudni, hogy mi ez a világ. Itt van egy elágazás az úton, én balra mentem, új területet fedeztél föl, ja. Lezárt terület, ne jöjjenek be, ez meg mi a fene? Igen, én azt hittem, hogy ez később lesz fontos, úgyhogy nem is mentem be, de később még visszanézünk. Csak egyet választhatsz ki, ajándék választás, válasz a három közül egyet. Itt nekem elsőre nem volt egyértelmű, mindegyikbe belenézhetek-e, vagy vakon kell választani. Sejtettem, hogy vakon, hiszen nyilván, ha végignézem őket, akkor látom, hogy melyik lehet a rossz, és akkor nem azt választom. De nem egyértelmű a kiírás volt szerintem. Új területet fedeztél fel, Minefield, Fallout 3 copy. Ezt a copymániát sosem fogom megérteni. A Fallout-tal pedig nem játszottam. Igazából azt nem értem, hogy ezt miért kellett a táblára írni. Tehát ez valami önkritika féle poén? Nem tudom. Nem esett le. Gödörben megtaláltam a kocintóst. Házon pedig a jós tíme. A Hello Vándor, tudom miért jöttél. Jó napot. Tényleg tudja, hogy mit akarok? Meg akarod tudni, hogy miért vagy ebben a világban. Igen, és miért? Nocs küldött ebbe a világba. Miért? Mert te vagy a kiválasztott, aki legyőzi, vagy legyegőzi a tök őröket és a tök ömet, hogy újra nos legyen az uralkodó a világban. Oké, mindent értek, de miért vagyok a kiválasztott? Mert te vagy az egyetlen, aki tudja használni a mágikus baltát. Aszta! Szóval menj meg a világot, hogy a gonosz meghalljon. Oké, köszönök mindent. Hagyj az ötödik oldalra, és ott fő küldetés, mínusz pont, keresd meg a mágikus baltát. Itt úgy éreztem ideje elvinni a kódusnak a kocintóst. Nagyon köszönöm, drága uram, örökké meg fogom hálálni. Mi? Örökké meg fogom hálálni, az igen. Timi házától is indul egy út, vagy folytatódik, aminek a végén új területet fedeztél fel, a mágikus balta helye. Hát nem nagyon rejtették el. A balta mellett van egy végső harc, fő küldetés, mínusz pont. A mágikus baltával győz le a tök katonát és a tök ömmet kapitányt. Miután elindultam volna legyegőzni őket, megnéztem a lezárt területet. A lezárt terület egy nagy kráter, amiben van egy sérült ember. Mi történt itt? Nem emlékszem. Csak arra, hogy bementem a házamba és felrobbant minden, aztán valaki meglátta, hogy megsérültem, és hívta a mentőket. Többre nem emlékszem. Amúgy meg te ki vagy? A nevem Túró Rudi. Amúgy meg? Azt tudod, hogy kirobbantotta fel a házat? Nem, de tudnál hozni sebb tapaszt is medikitet? Igen, hozom azonnal, de honnan hozzak? Van Parkzonban egy gyógyszertár, ahol tudsz venni sebb tapaszt is medikitet. Mellék küldetés, mínusz pont, menj el Parkzonba, Tibi gyógyszertárjába, sebb tapaszért is medikitért. Nagyon rendesek vagyunk, hogy pénzért segítünk egy bajba jutott embernek. Jaj, nagyon köszönöm szépen, már egy picit jobban vagyok. Au, még egyszer köszönöm. Na lássuk a végső harcot. Új területet fedeztem fel. Fő küldetés, mínusz pont, hogy legyegőzd a katonákat és a tökömet, vágd a fejüket. Itt van egy szűk folyosó, ahol állnak a katonák, szépen várják, hogy levágjam a fejüket, lehet gyűjteni a tököket. Mindegyiken van egy ilyen kis üzenet, némelyik viccesebb, némelyik csak vicces szeretne lenni. A gond az, hogy egyre sötétebb van, míg denevérek is vannak. Kellett volna valami világítást rakni. Végén egy nagy teremben vagyunk, ahol szintén sok tök van, meg egy könyv is. Tökömet azt mondja, lám, itt van az úgymond kiválasztott. Véged van, mivel nálam van a mágikus balta. Ó, most nagyon félek, beletrotyizok a gatyámba. Na mindegy, örök támadás!
harc, hát legyen harc. És ezzel a lendülettel belevetettem magamat a fennyiszállásba, a végén pedig egy terem. Köszönöm, hogy kivitted a pályámat. Mármint hová az udvarra? A mapot készítette meg egy liter water, Matuka 5000. Tökéletes példa. Nézzétek két mondat egymás mellett. Az elsőben tudta pályának nevezni, a másodikban már mapozni kellett. Hogy ennek mi értelme van? Ha találsz hibát, akkor bocsánat. Pontértékelés 0-20 béne. Mi? Jó, nagyon jó király, nagyon király, extrém menő király, mester, hát nekem van 67, 64 meg 7, az ugye 71, tehát én nagyon király vagyok. Van egy bónuszszoba, ami tele van hányva aranyja, illetve itt a Dezsővel, illetve van még egy extra jutalom, vagy nem is tudom micsoda. Úgyhogy amíg elmegyek oda, addig elmondom az összesítést. Hát alapvetően igen, voltak benne jó ötletek, végre volt egy történet, valami kalandozás, így tök jó. Azt nem mondom, hogy teljesen bele tudtam magamat élni, mert sok volt benne az irracionális dolog. Például ilyen küldetés az életben nincsen, hogy itt a lakáskulcsom, menj el a fiamhoz, kedves idegen, megbízok benned, szóval talán az volt a legmeredekebb így. De egyébként tetszik, hogy már van valami próbálkozás. De még nem is olyan kidolgozott, tehát a környezet is szebb lett volna, hogyha nem kerítés, meg fa, és akkor megyek egyik háztól a másikig. Tehát valahogy kialakítani, akár erdő köré, akár több ház, és akkor úgy megy az út. Ez a kerítéssel körbe határolt valami, ez nem tudom miért volt fontos, hogy így leszökjön el a játékos, hogy nem tudom. Úgy sincs értelme, látszik, hogy a nagy puszta közepén van. Jó, akkor ez volt a mágikus balta. Sziasztok! A kézikönyv óvjon.